Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk a kolozsvári botanikus kertben a Lepkék a levegőben 2022-es kiadásán, és gyönyörű, színes és lélegzetől állító lepkéket fogunk megtekinteni most az elkövetkezendő percekben és pillanatokban. Az előző évek kiállításai azok nagy sikerrel zajlottak, úgyhogy ezért volt bátorságunk az ideit is megrendezni. Gyakorlatilag azt láttuk, hogy nagyon sokan jöttek el, különböző korosztályúak, és úgy tűnik, legalábbis sokan ezt mondták, hogy azért szeretik ezt a kiállítást, mert itt nagyon sokat magyarázunk nekik. Tehát ez egy nevelési szándékú kiállítás, nem csak abból áll, hogy bejövünk, egy néhány szelfit készítünk, megnéztük a lepkéket és kimentünk, hanem itt az a cél, hogy a hazai lepkéinket védjék, megismervén az egzotikusakat. Ilyen sok faj és ilyen sok egyet egyszerre még sosem repült, mint az idén. Láthatjátok ti is, hogy nagyon-nagyon változatosak. Amúgy is a lepkék változatosak, tehát sokszor a hím meg a nőstény eltérnek egymástól, de legtöbb esetben a szárnyunknak a felső fele és az alsó fele változó. Itt viszont, ha látjátok, akkor nagyon sok fekete alapú, narancssárga alapú, zöldes, kékes színű lepkénk van, úgyhogy egy egész színkavalkádot lehet itt látni. Nagyon sok olyan lepke van, amelyek nem ilyen színes, virágos rétegről származnak, mint a mi mezei lepkéink, és gyakorlatilag ezek a saját, tehát a természetes körülmények között is, a természetes élőhelyükön érett, rothadó, fermentált gyümölcsöknek a levét szívogatják, mert ez édes, és az édes levek a lepkék számára energiaforrást jelentenek. És ez az az elv, ami alapján őket a lepkeházban tudjuk tartani. A legegyszerűbb a narancs, de látjátok, hogy van itt ananász is, körte, néha szilva, és gyakorlatilag ennek a levét szívogatja. Mi azért becsapjuk őket, mert ezeket a narancsokat és a virágot is folyamatosan megspriccoljuk mézes lével, és akkor gyakorlatilag így folyamatosan van, miből táplálkozzanak. Báb stádiumban vásároljuk őket meg. Ahhoz, hogy a bábból kirepüljön egy egészséges lepke, magas hőmérsékletre és magas páratartalomra van szükség. Ez azt jelenti, hogy 30 fok vagy 30 fok fölötti hőmérséklet. Itt egy kicsit lehet zsonglőrködni. Minél magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabban fognak kirepülni. Viszont egy bizonyos hőmérsékleti szint alá nem lehet csökkenteni, mert akkor elpusztulnak. És a nedvesség, tehát a páratartalom magas kell legyen, és itt a sátorban is, tehát a kifejlett lepkéknek is melegre van szükségük, de igaziból a saját élőhelyükön is éjszaka hűvösebb van, tehát elviselik a hűvöst, hogyha nem stresszeltek, nem kell közben repkedjenek és fölöslegesen használják az energiát. Tehát itt ilyen 30 fok körüli hőmérséklet van, és azért fújjuk itt állandóan ezeket a növényeket folyamatosan vízpermettel, hogy az folyamatosan párologja, nem azért, mert mi jobban éreznénk magunkat, mert olyankor már mi is izzadunk, de ilyen 70%-os páratartalom is lehet. A látogatók kedvence minden évben az azúr lepke, és én csodálkozom is, mert meg kell mondjam, hogy én már unom ezt a lepkét, sokat is láttam, de hogy nem jár hozzá olyan sok vagány sztori, mint a több, mint sok más fajhoz, amelyik jelen van a kiállításban. Tényleg nagyon látványos, ugyanis a szárnyainak a felső színe az ilyen azúrkék, színjátszó, már eleve egy nagy testű lepkéről van szó, a szárnyának az alsó felületén pedig ilyen szemformájú mintázatot mutat, nagyon, nagyon szépen színes, tehát hogyha közelről megnézitek, majd ha fotózzátok, látni fogjátok, hogy nagyon sok színnel és színárnyalattal rendelkezik, úgyhogy a legtöbben ezt szeretik, főleg olyankor, mikor repül, és akkor rárepül a látogatókra, és akkor elájulnak, szeretnék fotózni, de nem nyitja ki olyankor legtöbbször a szárnyát.
ő a kedvenc általában. De vannak sokkal izgalmasabb lepkénk. Van például most egy narancsárga lepkénk, amelyiknek egy néhány éve írták le a táplálkozási mechanizmusát. Azon kívül, hogy mint minden lepke cukros folyadékokat fogyaszt, mert ez adja az energiát, nekik csak úgy, mint nekünk is szükségünk van vitaminokra, ásványi sokra, a lepkéknek is szükségük van ásványi sokra. És ez például itt a mérsékelt égövön a talajból, a sárból szívogatják, vagy biztos láttatok már tehénlepényen gyönyörű lepkéket szívogatni. Mondják a gyerekek gusztustalan, de hogy gusztustalan, ő ott megtalálja az ásványi sokat. Na most, ahol ők a természetes körülmények között élnek, ott a talaj nagyon szegény ásványi sokban, és nem igazán van, ahonnan ezt pótolja. És akkor képzeljétek el, hogy azt csinálják ezek a közép-amerikai, dél-amerikai lepkék, hogy rászállnak a kajmánoknak, a teknősöknek a szemére, izgatják a szemüket, elkezdenek könnyezni, és a könnycseppüket szívogatják, és innen pótolják az ásványi sokat. Szerintem ez a lepke nagyon látványos, ráadásul narancsárga színű, amivel ő azt mondja a potenciális ragadozóinak, hogy vigyázat, ne egyél meg, mérgező vagyok. Haha, nekem mindig az a kedvencem, amelyiket per pillanat látom. Én nem tudok választani közülük. Egyik szebb, mint a másik. Minden nap nagyon örülök, mikor újabb lepke bújik ki, főleg olyankor, amikor egy új fajunk van, ami mondjuk az előző kiállításokban nem volt. Ma is például kibújt egy, majd mindjárt mondom a dobozba, vagy ez a nagy sárga, amelyik ott mozdulatlanul ül 3 napja, ilyet se láttunk még. Tehát mindig örülök az új fajoknak, olyankor mindig nagyon sokat tanulok róluk, de egyformán tudom csodálni a picike, a nagyokat. Sokszor a kicsiknél megfigyelhetitek majd az én is fotózok, nem profi szinten, de hogy nagyon sokszor a részleteket az objektíven keresztül látom meg. Tehát szabad szemmel észre se veszem, és mikor fotózok, és akkor rázumulok, akkor látom, hogy hát ennek a bunkos sápjának a csúcsa narancsárga, ennek a pödörnyelve rózsaszín vagy ciklámen színű, az összes többinek fekete. És hát akkor aznap épp az a kedvencem, de változó. Amikor így süt a nap, és még itt vannak a színes virágok a botanikus kertben, akkor láthattok lepkéket. Voltak is olyan látogatók, akik jöttek szinte reszketve, hogy kirepültek a lepkéitek, gyertek, fogjátok meg, és mondtuk, hogy nem, nem, azok őshonos fajaink. De valóban előző kiállításokban volt olyan év, amikor hazai gyakori fajokat be, tehát nem mi neveltük ki azokat, hanem megfogtuk őket a természetben, természetesen azokat, amelyek nem védettek. Tehát a gyakori fajokból behoztunk ide, épp azért, hogy megmutassuk azt, tehát hogy párhuzamosan mutassuk be az egzotikus fajokat a hazai fajokkal. Hát gyakorlatilag tényleg ennek a kiállításnak az a célja, hogy a nagy testű lepkéken keresztül megfigyeljék az emberek ezeknek a morfológiáját, megszokják, hogy mit kell nézni, a pödörnyelvét, a csápját, a lábát, a szájszerve az a pödörnyelv, a szemét, így tovább, és utána kimenve a saját lepkéinket pont úgy megcsodálják és védjék. A Bábesbólyai Tudományegyetem Magyar Film és Média Intézetének másodéves hallgatói vagyunk. A kiállításon garantáltan szuper élményben volt részünk, amit többek között a biológia tan hallgatóknak is köszönhetünk, akik roppant aranyosak és segítőkészek voltak. Sokat meséltek nekünk a pillangók világáról. Mikor kezdtél el legelőször itt önkénteskedni, és miért, mi ennek az oka pontosabban? Hát önkénteskedni már első éven elkezdtem különböző projektekben, beporzók napja, biológus napok, és ez is keltette fel az érdeklődésemet, ugyanakkor a mentorom mutatta be legelőször nekem a lepkeházat, és akkor így kihasználtam a lehetőséget idén is, hogy akkor én is részt vegyek ebben. Melyik a kedvenc lepkefajtád itt az itt lévő lepkék közül? Tehát borzasztóan sok és sokszínű állatfaj ez, és melyik a kedvenced? Ez egy szubjektív kérdés, csak a te véleményed. Egyet nagyon-nagyon-nagyon nehéz lenne kiválasztani, ugyanis rengeteg egzotikus és különleges faj van. Hát, mint minden látogató számára, az azurlepke az egy nagyon látványos és szép faj, úgyhogy őt emelném ki kedvencnek. Meddig szeretnél itt önkénteskedni, és hogyha lesz-e lehetőség a következőre, jelentkezel-e? Mindenképp igen, hát amíg az egyetemen tartózkodom és tanulok nagyon szívesen, ugyanakkor, hogyha lehet, majd visszatérő alkalmak által is nagyon szívesen önkénteskednék. Az egyetem keretein belül már többször is önkénteskedtem, de most a lepkeházban most vagyok itt először, ugye még csak másodéves vagyok,
és még csak a héten kezdtem, de remélhetőleg ezt még végignyomom. Hát az önkénteseknek több feladata van, főleg a növény és maga a környezet rendbetartása, ezeket meg kell rendszeresen locsolni, valamint be kell szórnunk őket a vízzel, a lepkéket megetetni, vigyázni rájuk és fenntartani a rendet a látogatók között is. Hát én igazából már tavaly is elkezdtem ezt, és nagyon megtetszett. Először első évben mutatták be nekünk is ezt a kiállítást, ugye ez már 3-4 évvel ezelőtt volt, és érdekelt, amikor pedig meghallottam, hogy lehet ide jönni önkéntesként vagy alkalmazottként, akkor úgy gondoltam, hogy érdekel a dolog. A sok látogató ellenére a lányok kiválóan helytálltak és teljesítették feladataikat az egyetemi programjaik mellett. A színesebbnél színesebb pillangók mindannyiunkat levettek a lábunkról, amint a képek is bizonyítják. Nehéz volt letenni a kamerát és tovább indulni. Köszönjük az útbaigazítást és a türelmet Macalik Kunigunda tanárnőnek és az önkéntes lányoknak. A kiállításon kívül is érdemes ellátogatni a botanikus kertbe, amely egy igazi zöld oázist jelent Kolozsvár szívében.